talán most már az is egy jó megfogalmazás, hogy a táncot az őseink egy gyógymasszázsnak használták, egész héten ki dolgozták magukat, kaszáltak, kapáltak, ástak, mindent csináltak, bányába dolgoztak minden egyebet, és hétvégén pedig egy nagyon jó lazítás volt ez. A közelség, a közösség, hiszen a közösség ma már sehol nincs, mert mindenki tabletázik, mindenki SMS-ezik, és még a mellettük ülőnek is tulajdonképpen így üzen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszélünk, ha nem csak szóban, hanem testtel is. Nagyon sok mindent elárul, egy próba, egy fellépés. És ma már ott tartunk, amit úgy gondolom, hogy a régi öregeink annak is szántak, hogy nem csak a technikai tudása van meg a táncosoknak az amatőr mozgalomban is, hanem már benne van a szíve és a lelke. És ezt nagyon sok néző is mondja, aki laikus, hogy teljesen más egy olyan előadást megnézni, ahol eltáncolnak valamit, és teljesen más az, amikor odaadva magát a táncnak táncolja el a táncos ezt a fajta formát, ezt a fajta mozgásformát. Én 1971-től táncolok, és az első pillanattól kezdve nagyon megfogott. Aki ebbe bele esik, az rögtön úgy tekint egy másik ugyanolyan emberre, aki táncol, mint a barátjára. És azt gondolom, hogy ez mindennek a megközelítésének a lényege, hogy összejárunk az országból, mindenhonnan, hol ilyen fesztiválon, hol olyan fesztiválon, táncház találkozón, egyéb helyszíneken, és olyan, mondhatom azt is, mintha testvérek lennénk. Tulajdonképpen ez egy ilyen nagy közösség, vannak a kis közösségek, ugye, a helyi csapatok, de az egész meg egy nagy közösség, mert ugyanazt a célt szeretnénk elérni. Én azt mondom, hogy azt szeretnénk elérni, hogy minden ember boldogabb legyen egy picit, mert ezáltal boldogabb tud lenni. Mindenkinek, egyre többször hallom a kollégáimtól is tényleg az egész országban, hogy arra buzdítjuk mindenkit, nem kell profi táncosnak lenni, nem kell, hogy színpadra menjen, de mozduljon meg, mert ha megmozdul, akkor nem az esze mozdul meg, hanem a szíve. Ugye, mert azt szokták mondani, hogy én vagyok, és nem azt szokták mondani, hogy én vagyok.